Január 11-én este az Esztergomi Kórházban meghalt Buzánszky Jenő. A legendás magyar futballcsapat, az aranycsapat védője, a nemzet sportolója 90 éves volt. Grosics Gyulával együtt került be a Dorogból a válogatottba, igaz a Fekete Párduc később a kor legjobb magyar csapatához, a Honvédhez igazolt, míg Buzánszky maradt. Az 1925. május 3-án született Buzánszky Jenő 1950-től 6 éven át szerepelt a válogatottban. Összesen 49 mérkőzésen játszott, és tagja volt az 1952-ben Helsinki-ben olimpiát nyert csapatnak, ahogy az 1954-es svájci VB-n döntős második keretnek is. 1953-ban az évszázad mérkőzésen is játszott az angolok ellen. Miután felhagyott az aktív futballal, maradt azért mellette. Szakedzői diplomát szerzett, 1961-től a Dorogi Bányász, az Esztergomi Vasas, majd a Főspec szállítók edzője volt. Az edzősködés után előbb elnökhelyettese, majd elnöke volt a Komáromi, illetve Komárom-Esztergom megyei labdarúgó szövetségnek. 1993-tól pedig az MLS elnökségi tagja lett, ahol az utánpótlást felügyelte. 2011-ben a szemével kórházba került, míg 2013-ban kisebb autóbalesetet szenvedett, ezt leszámítva 2014 végéig nem volt komoly problémája az egészségével Buzánszky Jenőnek, akiről 2008-ban Vasutasból aranybányász címmel könyv is megjelent. A következőkben bemutatjuk az Ovi Foci alapítványt, melynek alapítója Buzánszky Jenő, az aranycsapat tagja, a nemzet sportolója. Ma itt Vasadon átadásra kerül az óvodába egy műfűves focipálya. Ön miért tartja fontosnak, hogy már ilyen gyermekkorban megkezdjék a nevelést? 3 éves korban ne csak üljenek bent az óvodába, hanem kell teríteni, keresni nekik egy olyan helyet, ott, ahol ők mozogni tudnak, mert hát azért lényegében az egészségi állapothoz ugye azért a vérkeringésnek mozogni tud. Tehát ezért találtuk ki ezt a óvi foci pályát, ami hát ugye műfűves, tehát elesik a gyerek, semmi baja nem történik neki hálóval, ugye, hogy a labdák ne menjenek el, hogy szaladgálni kelljen utána, hanem ugye bent tudjon lenni. Na most ugye a lényege benne az, hogy nem az a célja ennek az óvi foci pályának, hogy megtanítsa futballozni őket, vagy különböző más sportágok, mert ugye kosárlabdá is van fönt, ugye föltéve föl lehet dobni, meg a kapuból lehet kézilabdát is csinálni, hanem a lényeg az, hogy megszeressék a sportot, és hát a tanárnők ugye azt is vigyáztunk arra, hogy ne idegen kerüljön oda edzést képen, tehát a mozgásra, hanem ugye 3 óvónőt, amelyiket hát azért még szintén kiképeztünk annak érdekében, hogy körülbelül országos viszonylatban egyformán készítsék a gyerekeket elő, és hát remélhetőleg, hogy hasznos lesz a gyerekeknek, szülőknek, és hát a magyar gyerekeknek a jövő szempontjából, és hát ugye jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ma már ott tartunk, hogy 41 pálya van már átadásra, és még hátra vannak belőle. És a másik része pedig az, amit hát körülbelül 3 héttel ezelőtt a parlamentbe kaptunk, hát mondjuk így, hogy kitüntetést, mert hát magyar találmánynak van, ez világviszonylatban is, úgy néz ki, hogy ezt Magyarországon találtuk ki, tehát ezt ugye leblokkoltattuk nemzetközileg is, hogy ez a miénk, mi találmányunk, és ma már vagy 13-15-en már érdeklődtek, hogy hogyan is megy tulajdonképpen ennek a új foci pályának a működése. Tehát így örülünk annak, hogy magyarok azért mégis nem alszunk, a gyerekeket nem hagyjuk aludni, és hát igyekszünk a jövő nemzedéket egészségessé tenni. Tehát ez a célunk nekünk ezzel a pályával, és hát ugye remélhetőleg, hogy mindegyik óvodás, iskola azért idők folyamán azért csak kerül olyan viszonyba, hogy meg tudja csináltatni ugyanezt a pályát, és országos viszonylatban is azért mint többen hát élvezik ennek a pályának a lehetőségét. Azt szoktam mondani, milyen ki a múlt, a maiaké a jelen, de a jövő ezeké a gyerekeké. Hát kis lépéssel
kisgyerekek módjára nagy lépésre adtunk nekik lehetőséget. Az önök idejében hasonló jellegű rávezetés volt-e? Grundfoci volt, ugye, hát lényegében, amit ugye nagyon sokat emlegetnek, de hát ugye ez is azt jelenti azt, hogy akinek a vérében benne van a mozgás lehetőség, a sport, vagy főleg, hogyha a futball, ugye, akkor az annak idején a Grundon is kergette a labdát, ma már hát változott a világ, ma már sokkal kisebb korban és már meg lehet kezdeni az egészséges életmódot és a sportba való tevékenységet. William.